én most az élményeimről fogok beszámolni, amiket Chicagóban szereztem az elmúlt héten. Ugye én még ezen a héten érkeztem haza, gyakorlatilag hétfőn szállt le a gépem. Úgyhogy kezdhetjük rögtön az első képpel. Körülbelül egy évvel ezelőtt kezdődött ez az egész, amikor a kezembe került egy szórólap, amin ugye a Vienna Comic Con hirdette, hogy induljunk a cosplay versenyén, és akkor a szerencsés ugye kijuthat Chicagóba, és ott egy világversenyen képviselheti a rendezvényt, és én ugye ezzel a jelmezzel neveztem be. Maga a bécsi verseny novemberben volt, és én pedig ugye a Warhammer 40K-ből az Inquisitor Ordo Hereticus karakteremmel indultam. Ugye ez itt látható, hogy egy ilyen elég komplex páncél, parókával, nagyon sok működő fegyverrel, hogy úgy éreztem, hogy hát, ha van esélyem arra, hogy bármi jó kerekedjen ebből az egészből. Ugye már maga a bécsi verseny is hihetetlenül pozitív élmény volt, teljesen más a légkör, mint például egy hazai versenyen. Nagyon kedvesek voltak a ellenfeleim, azt nem mondanám, igazából cosplayer társaim, és nagyon-nagyon pozitívan állt mindenki hozzá, támogattuk egymást. Úgyhogy ha egyet lépünk, akkor a jelmezem látható teljes nagyságában. Ugye itt a fegyvereim is látszanak, a könyveknek ugye az az érdekessége, hogy teleírtam az egyiket kézzel, a másik nyomtatott volt. És ugye ez egy óriási méretű jelmez, tehát Bécsbe teljesen egyedül vittem el, rengeteg táskával, és ugye nagy fejtörést okozott, amikor én kaptam a lehetőséget, hogy elmehetek a chicagói világverseny döntőjére, és ugye oda már három bőröndel kellett készülni, amiből az egyiket én vartam. Jó, akkor hát vágjunk bele a közepébe. A repülőút nagyon-nagyon kalandosra sikerült, hiszen berlini átszállásom volt, és az Alitalia, amivel ugye repültünk Berlinig, nagyon-nagyon-nagyon nem csipkedte magát, és 50 perces késéssel szálltunk le, ami azt jelentette, hogy alig értük el a csatlakozó gépet, és így amikor átpakolták a podgyászainkat, akkor Chicagóban döbbentünk rá, hogy az a táska, amit én vartam, az eltűnt. Úgyhogy a három táskámból egy ott maradt Berlinben, és abban voltak azok a nagy fegyverek, amiket láttunk, ezek a 110-115 centis fegyverek, úgyhogy én teljesen ki voltam készülve, hogy ki fognak zárni a versenyből, vagy ezt hogyan fogják ugye... Hogyan fogják ezt kommentálni, hogy ott maradt a jelmezem egy jó része Berlinben, de én végig reménykedtem, hogy magára a szombati eseményre ugye meg fog érkezni minden. Hogyha tovább lépünk, akkor ugye ez az a kép, ami minket fogadott, amiután a repülőtérről egy taxival elkezdtünk a város felé menni. Ugye Chicago híres arról, hogy rengeteg felhőkarcoló van ott, és a legmagasabb amerikai felhőkarcoló, ugye a Willis Tower, korábbi nevén a Sears Tower is ott található. Úgyhogy innen már megtapasztaltuk azt, hogy Amerikában más méretek vannak, mint nálunk. Gyakorlatilag egy bekötő út, amivel mentünk a nagy útra, az 5x5 sáv volt. Úgyhogy ez elég hihetetlen méret volt. Ugye, hogyha egy kicsit tovább lépünk, akkor itt van a Lake Michigan, aminek a partján fekszik Chicago. Ugye Chicagónak nem véletlen az a beceneve, hogy Windy City, vagyis a szeles város, hiszen a tó irányából nagyon-nagyon erős szelek fújtak. Tehát itt látható is, hogy a hajam az így... A szél minden irányába szállt. A hőmérséklet különben jó volt, de a szél ugye egy kicsit csalóka volt, és ugye mi kerékpárral közlekedtünk a városban, és a 70 kilós kerékpárt is néha egy kicsit így megdöntötte a szél, úgyhogy ez érdekes volt. A helyiek is nagyon sokszor fülvédővel közlekedtek sapkában, mert ugye erre a szélre nem lehet csak úgy felkészülni. Igen, szereti valaki a rémrendes családot? Ugye van az az ikonikus szökőkút az elején, a Buckingham Fountain, és nekem feltett szándékom volt, hogy én akarok egy képet ott. És ugye ez a Buckingham Fountain csak hát nem működött sajnos, ugye ott kicsit le van maradva az időjárás hozzánk képest, és ott még éppen, hogy csak elindultak a tulipánok, éppen, hogy csak elkezdtek virágzani a fák, és ugye nem volt elég jó idő ahhoz, hogy beindítsák a szökőkutat, úgyhogy sajnos nem láttam élőben, hogy milyen, amikor ezekből a lényekből ugye víz, sugár folyik. Ez már a Hancock Tower tetejéről készült, ugye ez a Chicago 360, ugye fel lehet oda menni belépőjeggyel, és akkor gyönyörű panorámát láthatunk a városról. Ugye itt egy pár képet készítettünk róla, ahol láthatóak a városnak a legfőbb nevezetességei, hogy igazából én nem nagyon fogtam fel, hogy ott vagyok. Annyira hihetetlen volt a látvány, úgyhogy tériszonyosoknak nem ajánlott, mert több mint 400 méter magasságban voltunk ott.
és ott volt egy olyan ablak, ami úgy hívták, hogy the tilt, hogy így belekapaszkodunk, és 45 fokos szögbe kidöntöttek minket a város felé. Úgyhogy ez is egy elég ijesztő dolog volt, de nagyon-nagyon érdekes. Úgyhogy ha tovább lépünk, akkor ugye én is belemásztam a képbe, de itt is ugye látható több torony is, a Trump Tower például, ugye, ami hotelként és irodaházként működik, vagy ugye további látképben hátul a Michigan tó. És ez pedig egy panoráma felvétel, amit már nem tudom, hogy melyik ablaknál láttunk, de ugye nem lehetett betenni, tehát szerintem több mint egy órán keresztül csak ott voltunk azon a 94. emeleten, ahová azt hiszem, hogy valami 1600 lépcső vezet fel. Viszont a lift az kevesebb, mint egy perc alatt ért fel a tetejére, és komolyan éreztük a nyomást a fülünkben, úgyhogy ez is nagyon érdekes dolog volt. Igen, ez pedig a Bean, ami Chicagóban a Millennium Park közepén a legfőbb látványosság. Ugye ez egy tükörbab. Ezt a korai reggeli órákban sikerült kicsit később fényképezni, hiszen itt rengetegen vannak, és ugye az a sajátossága, hogy a tükröződésben benne van maga az egész város. Ha pedig bemegyünk alá, akkor nagyon-nagyon érdekes tükröződéseket láthatunk, hogy teljesen el lehet veszíteni a térérzéket, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Igen, ez pedig ugye a párom kísért el, én pedig fotobomboltam hátulról. Úgyhogy ez az egyik kedvenc képem, ez annyira nem látványos, de mindenféleképpen be akartam rakni, és ugye itt látjuk is, hogy a Bean belsejében milyen érdekesen tükröződik. Tehát rendesen a saját tükörképünket keresni kellett, mert olyan optikai csalódások voltak, hogy egyszerűen nem lehetett látni, hogy hol van felfelé, jobbra, balra. Nagyon-nagyon érdekes volt. Igen. Ez a Hancock Tower, ugye, aminek előbb a panorámáját mutattam, ugye ennek a tetejéből láthattuk az egész város látképét. Ugye a magasságát az jelképezi a legjobban, hogy csak egy állított panorámafotóval tudtuk lefotózni, úgyhogy beleférjen. Tehát eszméletlen magasságok voltak ott. Igen. Ez pedig egy Millennium Parki panoráma, ahol szintén láthatjuk, hogy a felhőkarcolós nagyváros, és akkor ugye ott pedig a másik irányba már a légsor felé, ahol inkább parkosított rész volt. Igen, ugye itt a jelenleg Amerika legmagasabb felhőkarcolója, ugye a Willis Tower látható, ami leánykori nevénél Sears Tower. A legnagyobb érdekesség, hogy 9 különböző toronyból áll, amit egymáshoz eltolva építettek fel, mivel ki van egyensúlyozva, és ugye meg tudja tartani a saját súlyát. Abba is felmentünk a második napon, és ott pedig egy Skydeck nevű terület van, ahol ugye ki lehet lépni magára az üvegre, és a város fölött lehet sétálni. Igen, ez ugye szintén a Sears Tower panorámája, úgyhogy itt egy másik oldaláról lehet megnézni a várost. Igen, szintén ugye ilyeneket a filmekben látunk, és olyan természetesnek érződik, de amikor ott voltunk, egyszerűen felfoghatatlan volt, hogy ez most valóság, és vannak emberek, akik ebben élnek, és ugye feltűnhet, hogy milyen zsúfoltan vannak az épületek, viszont nem, mert lent a sima autóút az 4x4 sáv volt, úgyhogy ilyen magasságban látszik úgy, hogy ez egy túl zsúfolt város, de nem, mindenhol nagyon szép terek voltak, nagyon tiszta volt, nagyon jó illatú volt a levegő, ami ugye nagyon érdekes, de szerintem ez annak a hatása, hogy belül illatosítják a légkondikat, és ugye utána ott kívül is lehet ezt érezni. Igen, ez pedig én vagyok a Skydecken, ugye ez 104 emelet magasságban. Tehát ez nagyon-nagyon durva volt, és maga ez a platform igazából nem olyan nagy, tehát körülbelül annyi, mint innen ide. Tehát ennyit lehetett kilépni, mert gondolom statikailag nem mertek nagyobb teraszt építeni, de nagyon hosszú sorok voltak arra, hogy valaki kijön ide, vagy kiálljon, és akkor egy fotót készítsen. Ugye a Skydeckhez, ha valaki feltölti a képet, akkor még különböző nyereményeket is lehet a napképével, a hétképével, a hónapképével nyerni. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes élmény volt, tehát ott volt egy egész világváros a lábunk alatt. Hát elég felejthetetlen. Igen, amikor megéheztünk, akkor igyekeztünk chicagói specialitásokat kipróbálni, és az egyik a stuffed pizza, vagyis a töltött pizza, ezt a Giordano-ban próbáltuk ki. Ezt gyakorlatilag az egyik zsűritag ajánlotta nekem, hogy ha itt vagyunk, ezt nem szabad elszalasztani, és ugye látható, hogy egy érdekesebb ilyen vajas jellegű tésztája volt, ami rengeteg sajta, zöldségekkel, ugye feltétekkel volt megtöltve, rajta még egy kis vékony réteg tészta, azon még sajt, és még paradicsomszósz, és van egy ilyen
hagyomány, amit meg kell csinálni, hogy az első szeletet ugye emeljük, akkor jön a sajt, és ez a cheese pull. És ugye nekem a párom hát ilyen 193 cm magas, és ő már állt, és így húzta. És ugye aki ezt lefotózza, az ugye szintén, ha feltölti, akkor nyerhet egy vacsorát a Giordano-ban. De eszméletlen finom volt, tehát életem pizzája. Annyira jó, hogy ha valamelyikőtök bármikor eljut Chicagóba, ezt nem szabad kihagyni, tehát a legis legfinomabb, amit valaha ettem. Igen, hát ugye van biciklis szolgálat úgy, mint ide Budapesten a Bubi, és nagyon olcsó volt egy 24 órás bérlet, és mi gyakorlatilag ezzel közlekedtünk, hát elég viccesen festek, de itt éppen fel akar borítani a szél, és itt viszem a pizzának a maradványait, mert egy 6 szeletes pizzát nem tudtunk elfogyasztani ketten, tehát annyira tömény volt, és le kellett utána mozognunk, le kellett tekernünk, tehát ez nagyon, nagyon jó volt, és nagyon jól működik ez a biciklis dokkolós rendszer. Úgyhogy sokkal jobb, mintha például egy hapon-hapó busszal jártuk volna be a várost, vagy bármilyen vezetővel, mert ugye magunknak tudtuk szabályozni, hogy hol mennyi időt töltünk el, mit akarunk megnézni, és mit nem. Igen, hát amikor Amerikába, vagy csak kiderült, hogy mehetek Amerikába, az első gondolatom az volt, hogy úristen, elmegyek egy Sephora-ba is bevásárolok, mert ugye olyan kozmetikumokat lehet ott kapni, amiket nálunk nem. És ugye a Kat Von D pult, tehát ezt be kellett raknom, ott én elég keményen telepakoltam a szütyümet, úgyhogy másnap felhívtak a banktól, hogy szokatlan pénzmozgások történtek Amerikában a bankszámlámon, és igazolnom kellett, hogy én voltam az, úgyhogy sajnos ott az összes ilyen félretett pénzemet elszórtam ilyesmikre, de úgy gondoltam, hogy ki tudja, hogy mikor lesz alkalmam újra ilyen magas minőségű kozmetikumokat beszerezni, úgyhogy ott kiéltem a kis fandomomat is. És hát gyarapítottam a gyűjteményem. Igen, készítettünk egy kis videót is a Michigan Avenue-ról. Hát látom, hogy ez így nem jött át. De át is ugorhatjuk, hogy egy ilyen timelapse-et készítettünk a városban. De ennyit a városnézésről, mert ugye igazából a rendezvény miatt voltam ott. Ugye a C2E2 volt, a Chicago Comic and Entertainment Expo. És ugye azt kell tudni róla, hogy mi a Hyatt Regency McCormick Place-ben voltunk elszállásolva, egy 4 csillagos szálloda, és onnan a lobbyból vezetett el egy folyosó magába a rendezvény központba, ahol ugye egy részén volt az expo. Ugye Amerikában, ahogy mondtam, más méretek vannak, tehát olyan méretű volt az a McCormick Place, aminek egy termében elférne ez az egész, és volt sok terme, tehát óriási volt, és szerintem az expo területét meg kell szorozni ennek a csarnoknak a négyszeresével, és hát ha siettünk, akkor 2 óra volt bejárni, tehát elég brutális méretek vannak. Úgyhogy ez még ilyen reggel 7 óra környékén volt, és már akkor a legnagyobb rajongók ugye ott álltak sorba, át lehetett venni a passzokat, és így tovább. Igen, hát készítettünk egy másik videót is arról, hogy amikor bementünk, hány ezer ember állt ott sorba, de akkor úgy látom, hogy ezt most skippeljük. És volt egy Cosplay Central nevű hely. Hát ugye civilben vagyok, mert az a táska, ami ott elveszett Berlinben, tartalmazta a februári a Friday, vagyis a pénteki jelmezemet. Kitánát vittem volna, és abban szerettem volna aznap tölteni ugye a rendezvényen a napomat, de sajnos csak civilben maradt, viszont a Cosplay Centralban volt egy ilyen világtérkép, ahol logók voltak arról, hogy melyik országokból érkeztek versenyzők. Ugye gyakorlatilag az összes kontinens Afrika kivételével le volt fedve. Jöttek versenyzők ugye Indiából, Indonézia, Kína, Amerikából ugye 2 is, Franciaország, és ugye én pedig Ausztriát képviseltem. Igen, ez már a hotelszobában a verseny napján, ugye szépen kicsomagolgattam és átnéztem a részeit a jelmeznek. Ugye elvittem a páncéljaimon és a fegyveremen kívül az én kis Chibi Emperor-ömet, ugye az én kis kabalámat, aki reméltem, hogy szerencsét hoz nekem. Úgyhogy ez már itt a felkészülés része volt. Több mint egy órán keresztül próbáltam a legtökéletesebb sminket felrakni, és ugye a párom segített az öltözködésben. Nagyon izgalmas volt, mert a zsűrizésre elő lehetett jegyezni időpontot, és csak akkorra kellett oda menni, tehát nem kellett sorban állni, és az amerikaiak nagyon pontosak. Úgyhogy amikor megvolt egyezve egy időpont, akkor
mindenki ott volt, minden úgy ment, ahogy kellett, nem voltak csúszások, úgyhogy nekem ez nagyon tetszett, egy nagyon pozitív tapasztalat volt szintén az amerikaiakkal kapcsolatban. Igen, ugye itt már színpadi képek, és a versenyzőket gondoltam, hogy bemutatom, akikről sikerült képeket szereznem. Ő volt a francia cosplayer, ugye egy Warcraftos orkkal indult a versenyen. A következő az indonéz, aki igazából Fülöp-szigeteki, ő nem ezt a cosplayt hozta, azt majd meg tudom mutatni, de ő olyan volt, akit én nagyon-nagyon komoly konkurenciának éreztem, hiszen már ez a szerelés is nagyon bonyolult volt, és ugye amivel indult, az pedig egy nagyon érdekes technikai megoldásokkal fűszerezett darab. Igen, ő az ausztrál, szintén World of Warcraft-os ork. Nekem az egyik kedvencem volt, mert ez alapján, a kép alapján én úgy gondoltam, hogy hát jó, eljutok Amerikába, és akkor majd versenyzek egyet, aztán pedig hazajövök. Tehát körülbelül ilyen érzéseim voltak. Ő a kínai versenyző. A páncélja az valami hihetetlen gyönyörű volt, úgyhogy amikor közelről láttam, egyszerűen mondtam, hogy na jó, akkor én mit keresek itt, akkor jó. Tehát nagyon-nagyon-nagyon szép volt. Ő az egyik amerikai versenyző, szintén nem ezzel a jelmezével indult. Ő is ugye érte a helyezést, úgyhogy vele sajnos nem nagyon volt alkalmam sem beszélni, sem fotót csinálni. Ő a másik amerikai, ők valahogy egy kicsit így kívül voltak a mezőnyben, lehet, hogy annyira különböző időpontokban zsűriztek minket, de vele sem nagyon sikerült szocializálódnom. Ő is egy másik jelmezzel indult a versenyen. Ugye szingapúri, de én valahogy őt nem láttam. Tehát lehet, hogy én voltam már annyira vattapamacsba bújva, de nem emlékszem, hogy ő mivel indult. Úgyhogy bocsánat. És ő pedig az indiai. Hát róla azt jegyezném meg külön, hogy a verseny előtti pár napban írt nekem egy üzenetet, hogy alig várja, hogy találkozzunk, és ez annyira aranyos és személyes gesztus volt, hogy én is nagyon vártam, de tervem volt különben, hogy mindenkivel készítek fotókat. Különben Chicagóban egy ugyanilyen T-Rex trollkodott állandóan mindenhol, mindenbe belemászott, úgyhogy úgy láttam, hogy ide is eljutott már ez a jelmez. Igen, ez a zsűrizés. Ugye a zsűriről el kell mondanom, hogy nagyon-nagyon prominens zsűritagokból volt összeállítva. Volt egy jelmeztervező, akinek itt a keze látszik, hogy éppen a referenciaképemet nézi. Ő a Vita Workshopból jött, akik úgy konkrétan a gyűrűkurát csinálták Új-Zélandon. Ugye a gyűrűkurának az összes jelmezét, maszkját és így tovább. Az úriember, aki egy kicsit már ilyen kidolgozottabb, ő is egy filmstúdióból érkezett, ő már Amerikából. A két hölgy pedig cosplayer, ugye az egyik Ivy Doom Kitty, aki a Sci-Fi Heroes of Cosplay sorozatában is feltűnt, a másikuk pedig Commander Holly, aki gyakorlatilag ebből él, hogy jelmezeket tervez, készít, és a hobbija a cosplayezés. Úgyhogy 5 perc volt fejenként a zsűrizésre, ami nagyon kevés, de igyekeztem a jelmezemnek minden rejtett zugát megmutatni, mert ugye első nézésre mindenki lát mindent, és én arra akartam kihasználni az időt, hogy azt mutassam meg, ami nem feltétlenül látható az első pillanatban. Úgyhogy nagyon kedvesek voltak. Igazából akkor én már nagyon megkönnyebbültem, főleg amikor ugye tudtam, hogy a fegyverek hiánya nem befolyásolja a versenyzésemet, és amikor túl voltam ezen, akkor teljesen leeresztettem, és tudtam élvezni a rendezvényt. Igen, ő pedig ugye az az indonéz versenyző, akit mondtam, hogy valójában Fülöp-szigeteki. Neki azt kell tudni a jelmezéről, hogy minden zöld rész, ami látható, nagyon organikusnak tűnt, minthogyha növény lett volna, és RGB ledek voltak beépítve, tehát váltogatták a színüket. Annyira döbbenetes volt, hogy én akkor konkrétan azt hittem, hogy akkor we've got a winner, és akkor köszönjük szépen, tehát nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Igen, itt egy másik kedvencem, mert ugye a nemzetközi versenyen kívül volt amerikai helyi verseny, és ott is ugyanúgy megvolt a 4 kategória, mint Bécsben, ugye a varrás, páncél, az effekt és a nagyméretű kosztümök, és a nagyméretű kosztümben indult egy gremlinnel, és nagyon jól szórakoztunk. Tehát amíg ez a kép elkészült, addig nagyon, nagyon sokszor újra kellett próbálni, mert annyira nevettünk. Főleg úgy, hogy mindig volt valaki, akinek itt a hátsó fele így belelógott a képbe, és akkor ugye jókat szórakoztunk. Igen, ugye a francia versenyzővel összefutottunk a fesztivál területen is, mert gyakorlatilag a zsűrizés után én ott bolyongtam a tömegben, és az egy hihetetlen tapasztalat volt, amit én itt még soha nem éltem át, hogy
teljesen random emberek jöttek oda, csak azért, hogy megmondják, hogy milyen jól jelmezed, milyen jól nézel ki. Mindenki szurkolt, képeket kértek, bátorítottak, és azt hiszük, ugye a sztereotípia szerint, hogy az amerikai emberek azok buták, és túlsúlyosak, és rondák, és nem jó indulatok, de nem, hanem annyira pozitívak, és ők kimerik mondani azt, hogyha valami jó, és valami szép, és megdicsérik az embert. Úgyhogy én remélem, hogy nálunk is majd egyszer ez így lesz. Igen, ugye a Vita Workshopnak a standjánál elhoztak egy életnagyságú urukhájt, és én meg gondoltam, hogy mivel ez egy zino, én majd szépen exterminálom, úgyhogy a parókám hiába magasít rajtam, azért ő még mindig nagyobb volt. Igen, itt pedig már sorban állunk a sóra, ugye itt is szintén látható egy pár versenyző, ugye Amerika, Indonézia, Kína, Franciaország és én. Én voltam a legutolsó a sorban, úgyhogy ott nem tudtam, hogy ez most jó jel, vagy nem jó jel. Nekem kellett mindig leghátul a sötétben várni, úgyhogy akkor már igazából fájt mindenem, és azt vártam, hogy végre kerüljek a színpadra, és utána legyen meg az eredményhirdetés. És ez pedig ugye már a nagy pillanat. Ugye a verseny az nagyon gyorsan zajlott, tehát ilyen divat bemutató jelleggel 5x volt felragasztva a színpadra, és ugye nekünk ott kellett egy-egy pószt felvenni. Gyakorlatilag a perf, a skitek, azok tiltva voltak a színpadon is, és a zsűrizés közben is, hogy ez ne befolyásolhassa az eredményeket, ne feríthesse el, mert itt a craftsmanship volt az elbírálásnak a középpontjában, 100% a jelmez minősége volt pontozva, és az nem számított, hogy ki hogy tud belebújni a karakter bőrébe, és mivel én akkor nagyon fáradt voltam, nekem ez tökéletesen megfelelt, úgyhogy maga a verseny, ugye először lement a hazai verseny, utána jöttünk mi, és az eredményhirdetésnél is ugyanígy történt. A 4 kategóriát kihirdették, és utána jöttünk mi, és nagyon érdekes volt, mert a harmadik helyezettet hallottam, a második helyezettet hallottam, és az elsőt nem értettem, hogy ki volt. És mikor az Inquisitor szó volt az első, ami ugye megütötte a fülemet, és akkor igazából még a mai napig nem fogtam fel pontosan, hogy akkor most én vagyok a világbajnok, és úristen, és most is, amikor eszembe jut még a chicagói verseny, akkor ugyanúgy liftezik a gyomrom, mint előtte, amikor heteken keresztül izgultam, hogy mi fog történni, hogy fog történni. Ugye itt a zsűritagokkal vagyunk együtt, és a 3 helyezett, ugye Amerika a harmadik, Indonézia a második, és hát én az első. Igen, hogyha lépünk egyet, akkor itt vagyunk már ugye a győztesek, megkaptuk a nyereményünket, ugye amerikai showhoz méltán mindenki egy óriási csekket kapott. Ugye én ezt nagyon szerettem volna hazavinni, úgyhogy 3 rét kellett hajtani, hogy be tudjam rakni a legnagyobb bőröndömbe. És ugye itt még nagyobban. Jó? Ez pedig a bőrönd, ami elveszett. Vasárnap, amikor becsekkoltunk, gondoltuk, hogy megkérdezzük, és pont akkor szállt le a járat, és hozta a táskámat, úgyhogy mi azonnal visszacsekkoltuk, és akkor hoztuk magunkkal. Minden sértetlen maradt benne, de jobban örültem volna, hogyha én azt még csütörtökön a megérkezés napján megkapom. Igen, és ez pedig a kedvenc képem, ami ott készült rólam a rendezvényen. Egy japán srác csinálta, úgyhogy megdicsért, hogy milyen vicces az akcentusom. És sajnos a nagy sietségben nem hoztam fel a koronámat, úgyhogy nem tudom, hogy arra van-e még idő, hogy megmutassam. Egy pillanat és elszaladok. Addig nem mész fel viccet mesélni, addig el nem rohanna. Hát csak addig szóval várjunk. Amíg visszajön, addig én boldogítalak titeket. Mondok egy viccet. Megy a csiga hazafelé. Aha, megy a csiga hazafelé. Hogy tudna a csiga hazamenni? Hát ott a háza. Jön már okidó. Nagy tapsot neki. És a kegyelem döfés. Erről a koronáról azt kell tudni, hogy egy híres és elismert propkészítő csinálta a saját kezével. Ugye a Solo Roboto Industries
Streets, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. Ugye óriási méretű korona, tehát a vállamig leesik, ha felveszem, de a szekrényemnek tartós és szép éke lesz ezen túl, úgyhogy én nagyon örülök, hogy volt ilyen lehetőségem, és másoknak is javaslom, hogy ha úgy érzik, hogy kicsi ez a szintér, akkor próbálkozzanak külföldön is. Még egyszer egy hatalmas nagy tapsot neki, hát ez nem egy kis helyezés. Köszönjük szépen!